Szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm a figyelmüket. Az elmúlt három évben rengeteg figyelmet szenteltünk az országos mentőszolgálatnak, aminek az eredménye azért az volt, hogy a mentés biztonsága az töretlen volt az országban. Gondolhatunk a vörösiszap katasztrófától, akár az elmúlt időszakban a hóhelyzetre is. A mentőszolgálat mindig korrektül helytállt ezeken a komoly pontokon. Csak emlékeztetőül mondanám el, hogy 120 mentőautót vettünk 2007 óta először, minden évben történik mentőautófejlesztés, továbbiakban is 200 új mentőautó beszerzése szerepel a tervek között, a közbeszerzést rövidesen indítjuk. A betegszállítás szervezését központosítottuk, számos olyan felújítást végeztünk eddig is, amit most 60 mentőállomás felújítással, 22 újnak az építésével még megfélünk uniós forrásból, tehát egy komoly figyelmet szenteltünk és szentelünk a mentőszolgálat modernizációjára. Amiről most mégis beszélünk, egy vezetőváltás az országos mentőszolgálat élén. Ez inkább egy sebességváltást jelent, gyorsítunk vagy visszakapcsolunk egyet és gázt adunk, vagy pedig, hogyha sportnyelven kéne mondani, egyfajta harcmodorváltás, zóna védekezés helyett egy letámadásos, gyorsabb modernizáció, gyorsabb fejlesztés fogja jellemezni a mentőszolgálatot a következő időben. Hatékonynak, gyorsnak, mozgékonynak, modernnek kell lennie, úgyhogy ezt szolgálja ez a váltás. Most számos kérdésben kell előre lépnünk, hogy az ellátórendszer átalakítása, az illeszteni kell a sürgősségi ellátórendszert, ami egy egykapus ellátórendszert kell jelezzen. Az ügyeleti ellátásoknak a szervezését értelemszerűen egy központi logikával kell vinni. A sürgősségi szakemberek képzése, a kórházi és a mentőszolgálatnál dolgozó szakemberek képzésének az összehangolása, ez mind olyan kérdés, ami megoldásra vár. Úgyhogy most azért jöttünk ide, hogy röviden bemutassuk Önöknek a mentőszolgálat új megbízott vezetőjét, dr. Burány Bélát. Ő néhány szóban bemutatkozik, és átadom a szót Angéla. Köszönöm. Doktor úr, kérem, mutassuk. Köszönöm. Jó napot kívánok, csókolom. Ahogy említették, immáron 20 éve vagyok a mentőszolgálatnál különböző feladatkörökben. Emellett 5 éven keresztül a Honvéd Kórház sürgősségi centrumában dolgoztam az utóbbi időszakban vezetőként ott is. Feladat az van bőven a mentőszolgálatnál, amit elsorolt államtitkár úr, az legalább 100 embert kíván. Mi kevesebben vagyunk erre, de attól még mindent megteszünk, hogy ez hatékony legyen, és egy jobb mentőszolgálat álljon a rendelkezésükre. A beszéd az nem kenyerem, úgyhogy a továbbiakban minden bizodalmukat fordítsák Györfi Pál felé, aki a továbbiakban is rendelkezésükre áll. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk. Viszontlátásra. Köszönjük szépen, viszontlátásra.